Harmadik fejezet 1950. április 27. Budapest. Az AVH Komor baljóslatú épülete előtt szorosan egymás után parkoltak a gépkocsik, amihez egyáltalán nem voltak hozzászokva a korareggel munkába siető budapest tiek. A legtöbb járókelő általában meggyorsította a lépteit a Sztálin út 60 előtt, de a szokatlanul sok gépkocsi látványa ezúttal ébresztett, kíváncsiságot ébresztett bennük. Bár az autók többsége fekete volt, akadtak köztük sötét zöldek és halvány drap, színűek is. A pobjedák mellett néhány Skoda és Tátra parkolt. Igaz, némelyik már igencsak viseltes állapotban volt. A rövid idézet Cserhalmi Dániel a Szabadság hadművelet AVH regény, című regényéből, új krimiéből volt való, hogyha egy szépen akarok fogalmazni, tehát egy kicsi részletet ebből olvastam fel, abból az alkalomból, hogy megjelent Cserhalmi Daniel legújabb történelmi krimie az AVH-sok sorában a harmadik, hogyha Igen. jól tudom. Csengőfrásszal kezdtünk, ugye üdvözöllek itt a stúdióban. Szelmus. Köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Igen, ez most már a harmadik. Miért pont az AVH időszaka? Ez nagyon egyszerű a kérdés, Szerintem nagyon keveset tudunk róla. Ha kimegyünk itt, mondjuk a környéken, és megkérdezzük a piacra járó embereket, hogy mit tudnak az AVH-ról, akkor szerintem vannak bizonyos toposzok, hogy fekete autó is. Most, amit fel is, is olvastál, az egy picit ilyen szándékosan is került a könyvbe, hiszen az emberek, a fekete autó érkezik. Ez, ez amit tudunk róla, de higgyék el a hallgatók, hogy nem volt 1950-ben egy ilyen hatalmas fekete kocsiból álló ilyen léhadsereg. Voltak autóik, voltak pobjedáik, más kocsiaik, amit össze tudtak szedni. Úgyhogy ez egy ilyen avh legenda. Úgyhogy a könyveim is részben azt szolgálják, hogy beszéljek egy olyan időszakról, amiről keveset tudunk, és talán a regények segítségével egy kicsit én is tudom tágítani a, a tudást erről az időszakról. Mekkora kutató munka áll -e mögött? Most egy kicsit kevesebb, és ennek az az oka, hogy azért az első két regényben szereztem némi rutint a korszakról. Természetesen ehhez is kellett egy csomó utána járás, de bevallom, hogy a levéltárban most ennél a regénynél nem voltam. Kaptam levéltári segítséget, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárral van szó, Szerepel a könyvben számos vidéki katonai laktanya, amik most már részben megszűntek, ezeknek pontosan utána kellett járni, de olyan apróságokkal is igyekeztem odafigyelni, mint a Gresham Palotta története, ami szintén szerepet kap a regényben, vagy az amerikai könyvtár, ami ebbe az épületben volt jelen, ezeknek mind-mind utána kellett járni, hogy ténylegesen hol voltak, tehát nagyon sok segítséget kaptam, de ez nem elsősorban a levéltára fókuszált, hanem minden egyéb forrásra, amit, amit, tudtam. Rögtön az első rész előtt egy idézet van, Mihnai Gyula idézete. Mi bátrak és derekak voltak azok az emberek, kik tudva, hogy mit tesznek, vállalták a veszélyt, és nem törődve a rémes terrorral segítettek tovább jutásomban. Nem én, hanem ők a hősök, és őket illeti a tisztelet, övék az érdem. Mihnai Gyula életéből merítettél? Egy kicsit igen. Ez, ugye, ha valaki esetleg nem tudja, ugye ő az egyetlen olyan ember, akinek sikerült megszökni egy recskről, és miután sikeresen átjutott a határon, beolvasta a Szabad Európa Rádióba a lecski fogvatartottaknak a, a névsorát, legalábbis aki ő tudott, és nagyon sok embert beolvasott. Innen tudotta a nyugati világ először a lecski munkatáborról, a kényszer munkatáborról. Valamennyire az ő története is inspirálta ezt a regényt, hogy pontosan hogy az ki fog derülni az olvasók számára, hiszen a, történetnek nincs közelecskhez, azonban Michnai viszonylag kalandos, hányáltatott sorsa valamennyire visszaköszön a, a főhős történetében. Elárulom a hallgatóknak, hogy én egy másik idézetet választottam, körülbelül innen a könyv közepéről, egy nagyon izgalmas részt, és Dániel azt mondta, hogy ne azt olvassam fel, mert ott elhangzik a főszereplő neve, amely egyébként az első részekből nem derül ki. Igen, ez egy, ez egy szándékos írói, nem azt mondjuk fogás, de inkább az, hogy döntés volt részemről. Um, ha valaki kezébe veszi a kötetet, elolvashatja a fűszöveget, és Ugye a kriminél általában sosem szabad hinni az írónak. Mindig be akarja csapni az olvasót, és ez részben rám is igaz, akaratlanul is. Én nyilván szeretnék elhitetni az olvasóval egy történetet, mint ahogy a lap az első hat fejezeten keresztül az av nyomozó szembesülnek egy ügyjel, és aztán valami egészen más irányba fordul majd a történet, és ezáltal az én, én cselekményem is a könyv végül is kétharmadában, és ezt szándékosan próbálom az olvasók között nagyon sokáig elrejteni, hogy akik ismerik az előzményeket, nekik egy kis pluszt adjak ezzel, hogy nem lövöm le a point. Igen. Viszont az alcím azért valamit jelez, az AVH-ból nem lehet csak úgy leszerelni. Ez az alcím. Igen, ez a mondat, ez nagyon sokszor vissza fog köszönni a, a könyvlapjain. Leginkább azt próbálja a szereplők szájába adva ezt a gondolatot, hogy, hogy ez egy olyan szervezet volt, ahol ténylegesen a békés nyugdíjba vonulás az, az, nem a legritkább esetben történt meg. Tehát aki belépett a szervezetbe, ők vagy leszolgálták az idejüket, és akkor kiöregettek, de a szervezetben is nagyon nagy volt a fluktuáció, egy idő után, akik már terhessé váltak, őket úgy eltávolították. Ez igaz az előzmény regényre is, hiszen a politikai osztály egy része átmentette magát az AVH-ba, aztán, amikor őket már nem kedvelték annyira, vagy kegyvesztettek lettek, őket ugyanúgy letartóztatták. Úgyhogy ez az egy mondat, ami az alcímként is szerepel, ez próbálja ezt a korszakot valamennyire egy mondatba besűríteni, hogy, hogy azok sem érezhették magukat biztonságba, akik tulajdonképpen kiszolgálták a rendszert az 50 es években. Az előző két regénynek az a címe, hogy Csengőfrász, illetve Szibériai Csapda. Igen. Elég sikerrel futottak, és most a Szabadság hadművelet, a harmadik az avh regények korából. Mindig érdekes beszélgetni a történelmi regényekről, hiszen a történészek dolgozzák fel ezeket az időszakokat, specializálódnak bizonyos időszakokra, feldolgozzák, tanulmányokat írnak róla, esetleg cikkekben nyilatkoznak, és egyre gyakrabban fordul elő, hogy regény formájában is elénk kerül, ami általában tényeken alapul, de fikció. Tehát valós tényeken alapuló fikció. Hogyan fogadták a regényeidet az ezzel a korszakkal foglalkozó történész szakemberek, illetve az olvasók? Szerintem mindenki nagyon örült neki, és ez alapvetően boldogsággal tölt, 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 tölt el mind a mai napig. Az leges-legelső ismerkedésünk így a történész szakmával, ott volt egy ilyen kis szkepticizmus, hogy hogy jövök én ahhoz, akinek nem ez a végzettségem, nem ezzel foglalkozom, nem ezzel töltöm a napjaimat. Én akarok írni egy, egy történelmileg hiteles és korrekt AVH regényt, és aztán szerencsére sikerült meggyőznöm őket, hogy úgy tűnik mégiscsak képes vagyok rá, és azóta az együttműködésünk töretlen, és ezt ö, mindenki, aki esetleg velem együtt szokott szerepelni ö, nyilvánosan, ők is ugyanúgy elmondják, hogy egyrészt részt vesznek az írás folyamatában, tehát én nagyon gyakran tudok hozzájuk fordulni, hogy most akkor pont mondjatok már a pobjeden kívül két avh autót, akár ilyen apróságok is előfordulhatnak, Másrészt ők is rendszeresen lektorálják a, a szöveget, tehát mielőtt én a kiadónak leadom a végső változatot, legalább két vagy három történészi kézen. Komolyan? Persze. Ez hát kemény ez, azért. Hát én nem akarom, hogy benne maradjanak olyan, olyan dolgok, amik esetleg nem, nem felelnek meg annak a kornak, vagy ha mégis, azt az utolsóban helyre szoktam tenni. Tehát, hogy nagyon nagy történel, történelmietlen dolgokat nem szeretnék elkövetni, tehát ez nem a Becsülem Brigantik, ami egy érdekes film, de teljesen más. Nekem fontos, hogy ezek hiteles történetek legyenek, és a, a történész szakma, vagy a levéltárosok ilyen szempontból, hogy befogadták, és valahol nekik is hasznos, hiszen, ahogy mondtad, hogy van egy csomó tanulmány, szakkönyv, szakcikk, ami elérhető, de az egyszerű olvasó ezeket nem fogja megtalálni, vagy nem, nem keresgél. Ugye van a Betekintő nevezeti tudományos folyóirat a levéltárnak, szakcikkek vannak benne. Én szoktam úgy látni, ha akarom, elolvasom, elérhető, de ha valaki el a korszaktól akar, könnyebb egy filmet, egy könyvet elolvasnia, amiből esetleg tanul. Úgyhogy a történet szakma mindenképpen pozitív fogadtatásba részesített, és szerintem az olvasók is legalábbis megvan ennek a kis régén ciklusnak a maga rajongó tábora. Mert nekem egyébként a diákok jutottak eszembe. Tehát ezt a korszakot, ezt a nagyon kemény korszakot, mert azért halljuk, hogy ez egy nagyon kemény korszak volt, és nagyon nehéz időszak volt a magyar történelemben, egy ilyen regény lehet, hogy jobban közelebb tudja hozni a maga, világ, maga világával, a teleírásaiddal, az utcák megjelenítésével, az emberek öltözékének a leírásával, mint hogyha valóban elolvassa a leckét a történelemkönyvben a kommunizmus időszakáról. Igen, ez, ez akár a saját tapasztalatom is, hogy hát én meglehetősen rég voltam már gimnazista, és pontosan ez a második világháború után nyi történelem az ötváltót leszámítva már nagyon-nagyon roham tempóban beszéltük meg, és a kortársaim plusz-minusz pár éve, és nem is tudom, hogy hogy van most, uh, itt az érettségi időszakban Hát ott egyébként. is igen, mindig a végére marad, de azért igyekeznek, igen. De, de én hiszek abban, és nagyon nyitott is vagyok, vagy lennék ilyesmire, hogy, hogyha egy történelem találkezébe kezébe, kedül véletlenül a könyvem, és lát ebbe fantáziát, én nagyon szívesen mennék iskolákba, mert egyszer volt egyébként egy ilyen, ilyen Találkozom uh, gimnazistákkal, mert én is tudom, hogy szívesebben olvasok el egy szórakoztató regényt, ami a történelméről szól, és ténylegesen azokról a tényekről szól, amik megtörténtek a rákosi korszakról, az ő lakásáról, az AVH működéséről, mint egy könyv, amikor tudom, hogy meg kell tanulni, lesz belőle felelés dolgozat, tehát az egy kötelező. Ez pedig egy ilyen színesebbé teszi a tanulást, úgyhogy uh, valóban találsokat segíthet, vagy legalábbis segíthet uh, mondjuk a vég, végzős gimnáziumi osztály számára ebből a korszakból megérteni valamit. Ugye, mert az én édesapám olvasta a csengőfrász és nagyon jó visszajelzés volt, ugye ő abban a korban élt, abban a korban volt fiatal, amikor az AVH működött. Engem érdekelt, mert érdekel ez az időszak, mert én még sajnos nem az igazat tanultam, az a korosztály vagyok erről az időszakról. És akkor a fiatalokat viszont ezért érdekelhetném, mert ugye nekik tanulniuk kell róla, és fontos is lenne, hogy tudjanak erről az időszakról, hiszen a nagyszüleik ebben az időszakban éltek. Milyen visszajelzéseid vannak? Kik olvassák elsősorban? Meglepően nagyon széles, széles olvasó közönség van. Az első regényre is kaptam visszajelzéseket a a nagyszülői korosztályból az én nagyszüleim sajnos már már nem élnek. De valóban ők is megtapasztalták, csak nem tudtam már sajnos személyes tapasztalatokat gyűjteni tőlük. De minden korosztályban férfiak, nők, nem lehet azt mondani, hogy nekem egyszer elmesélték, hogy hát ezek nem női regények. De én mondtam, hogy nincs olyan. Szépen, hogy, nem. hogy ezt nem úgy írtam, hogy mi legyen a célközönség. Mondjuk kétségtelenül több férfi szereplő van a regényeidben, mint nő. Igen, de ez valószínűleg csak azért van, mert hogy Attisztek. deklaráltan azt gondoljuk, hogy az avh férfi dominancia volt, és az egyébként való, dolgoztak ott nők is, de, de azért férfi dominancia volt abban az időszakban, a vezetők között főként. Úgyhogy nincs tehát egy ilyen szűk közösség, hogy nekik írok valami fajta. Érdeklődésük nyilván megvan a történelem iránt, de a saját Facebook oldalamon, ahol jönnek értesítések vagy pozitív kommentek, ott mindenféle ember kommentál is, és, kedvel vagy gratulál nekem, úgyhogy ez, ez, nyilván különösen jó, hogy minden korosztály megtalálta azt. És hogyha még érdekesebbé tesszük a hátteret azzal, hogy te egyébként agrármérnök vagy, ha jól tudom, és az Állatorvos Tudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docens, akkor még érdekesebb itt a dolog, hogy hát akkor tényleg hogyan vetemethet egy egyetemi docens, aki agrármérnökként végzett ahhoz, hogy tollat ragadjon? Idézőjelbe vetem el. Persze. Hát, jó, jó értem. Hát Egyszerűen az érdeklődés, meg a hobbi. hogy mindenkinek van egy nagyon jó hobbi, amit szeret csinálni, és én ezt a fajta írásos hobbit igyekeztem, hát még nem mondom, hogy csúcsra járattam, mert aztán nagyon messze vagyok, de hogy sikerült egy olyan irányt vennie, hogy az másoknak is örömet okoz. Tehát az írás szerintem mindaz úgy kezdődik, hogy írogatsz magadnak, kis történeteket, Adatot a barátaidnak, és akkor a tanáraidnak esetleg. És én is így kezdtem, és aztán vettem egy nagy levegőt, hogy végül is lehetne regényt is írni, mert az olyan érdekes, és nem tudtam, hogy mi fog ebből kisülni, lesz-e második, lesz-e harmadik, olvassák-e, eljut-e bárhova, és úgy tűnik, hogy egy hobbiból végül is lett egy olyan dolog, amit ténylegesen sok embernek okoz néhány kellemes percet olvasás közben. Diákjaid olvassák? volt, aki, aki már, aki talán említette, hogy ő látta az én tevékenységemet, én ott öm, nem szoktam ezzel húzakodni, mert hogy igyekszem elválasztani, és nem is akarom rájuk erőltetni, hogy fél év elején elmondom, hogy lenne itt három könyv, hogy érezzék, hogy végül is a jobbi egy az, az bármiből lehet, egy kis olvasást hát, ha segít rajta. Öm, volt, aki megkeresett, hogy tud róla, az nagyon jól esik, de lehet, hogy olvasták, de mindesetre nem, nem tartom ezt számon, és ezt elválasztom az oktatási munkától. Most fogjátok bemutatni, ugye, a Margo Fesztiválon. Igen, ez a holnapi nap, szombaton, a margi szigetik Kristály szintén rendezik ugye a Margo Fesztivált, és szombat este fél kilenckor lehet velem találkozni, illetve mi ketten vesznek majd részt a beszélgetésben Lentár Balázs és Szekér Nóra a levéltár képviseletében. Szereted ezeket a személyes találkozókat? Én igen, mert hogy amikor a, tehát a második regény megjelent, akkor a Covid az ugye minden ilyet elmosott, aztán eltelt sok idő, és már nem volt Covid, de már nem volt olyan újdonsága a regény, úgyhogy most van egy megjelenésem, és semmi nem gátolja, hogy az emberekkel, olvasókkal találkozzam, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a szombat este jól fog alakulni, és természetesen utána is a következő egy-másfél hónapban még igyekszem több személyes találkozót szervezni, hogy legyen lehetőség dedikálásra, vagy csak egyszerűen beszélgetésre. Rákaptál. Van még annyi a, a, a háttér információkból, a kutatásokból, amiket az első és a második kapcsán is, illetve most a harmadik kapcsán is végeztél, hogy van még benne krimi vagy regény a, a, a témában? Bízom, bízom, Hát az ötvenes évek nagyon sok szempontból kifogyhatatlan. A történészek szoktak ajánlgatni ötleteket, hogy hú, volt ez az ügy, amikor nem tudom hány embert letartóztattak, és hogy milyen koncepciós dolog volt, amire mindig azt mondja, hogy az nagyon jó, tegyük el, hát ha egyszer jó lesz, de az, az nem annyira titok, vagy az el, elmondható ilyen széles körben is, hogy azért van ötletem a következőre, hát egy nagyon minimális egy-két oldalt megírtam belőle, de viszonylag sok erőfeszítést tettem már, hogy a kutató munkába belefogjak, és ott megint régi rendőrségi iratoktól kezdve a régi opni pszichiátriára való bejutás is benne van a tervek között, úgyhogy viszonylag... Hú, ez egy nagy... izgalmas rész. Igen, az a terv, és ezt is, ezt is megint csak spoilermentesen elmondhatom, hogy az utóbbi időben nagyon sok skandináv klímit olvastam, ezek most nagyon, nagyon népszerűek, Mindenek. És ezt a világot szeretném valahogy össze, összevegyíteni az a avh 50-es évekkel, majd meglátjuk, mi fog ebből Hát kisülni. azért ott is történtek abban az időszakban, Magyarországon is furcsa dolgok az opnival kapcsolatban. Tehát a, pszichi uh, a pszichiátriai intézetről van szó. Igen, igen. Az csak egy mellékszállnak terveztem, majd meglátjuk. Ugye ez még, még csak <laughs> ilyen nagyon kiforratlan ötletek, de, de a skandináv krimire jellemző ilyen sorozatgyilkosos történet még ebben az időszakban még nem volt, ugye tulajdonképpen maga a elkövetés, tehát az a sorozatgyilkosság sem volt nagyon jellemző Magyarországon. Nyilván itt lehet a fikcióhoz nyúlni, és összevegyíteni ezt a két világot. Zárásként megkérdezhetem, ha nem akarod, akkor nem. Ki Gergő és Vince? Mert neki nekik ajánlod a könyvet, mégpedig azzal a mondattal, hogy mert mindig van remény. Hát ők a fiaim egyébként, és ha valaki a végére él a könyvnek, akkor meg fogja érteni, hogy pontosan miért így, és miért nekik ajánlottam. Ha másért nem, akkor ezért végig kell olvasnom, mert én csak elkezdtem a könyvet, de végig kell olvasnom, mert egyszerűen annyira titokzatos vagy, hogy muszáj lesz megtudni, hogy akkor mi lesz a vége. Igen, a könyv vége az mindig ugye olyan, hogy azt sem szabad egy krimi jellegű könyvnél elmondani, nagyon sok minden történhet még, <laughs> és igen, nem, azt gondolom, hogy akik most hallgatják ezt az adást, ők is jobban örülnek, hogyha nem meséljük el nekik, mi minden fog történni. Legyenek kíváncsiak, és olvassák el. Nem tudom, szabad-e tennem egy ö, ö, magazin műsorba, de én tényleg minden történelem tanárnak és pedagógusnak, kedve osztályfőnöknek ajánlom középiskolában a figyelmébe az AVH-s regényeket. Ugye az első a Csengőfrász volt, a második a Szibériai csapda, és most megjelent Cserhalmi Dániel a Szabadság hadművelet című AVH regénye. Az AVH-ból nem lehet csak úgy leszerelni, aztán meglátjuk, hogyha elolvastuk, hogy hogy mi lesz ennek a mondatnak a jelentősége, ha a végére érünk. Én köszönöm szépen Cserhalmi Dánielnek, hogy eljött hozzám a könyv kapcsán. Én köszönöm szépen a meghívást.